A hideg ellenére ismét rengeteg önkéntes érkezett a Herosz takarodó úti menhelyére. Hetente egy alkalommal állandó programjuk már a közös kutyasétáltatás. Elsősorban az állatszeretet veszi rá őket, meg a segítési vágy, ami azt gondolom, hogy soha nem becsülendő alá az emberekben. De hát egyrészt az is nagyon jó, hogy az emberek kijönnek, és egy kicsit a szabad levegőn vannak, friss levegőn, jól érezzük magunkat, a kutyákat átmozgatjuk, hiszen nekik szükségünk van, így legalább egy héten egyszer, jobb lenne többször is, de erre sajnos csak egyszer van alkalom. Nagyjából ezért. Meg hát ez egy kicsit olyan addiktív dolog, olyan hozzászokik az ember, és nem tudja abba hagyni. Egyszer kijön, akkor utána már nincs menekvés. A kutyák átmozgatása után pedig kezdetét vette a tematikus eseménysorozat első napja. A menhely mostantól mindig más állatcsoportra szeretné felhívni az állatbarátok figyelmét. Ezen a hétvégén az állatotthon legidősebb lakói mutatkoztak be. Nagyon sok idős állat él a magyar menhelyeken, mert kidobják őket pont a koruk miatt, vagy azért, mert ráadásul még betegek is. Ugye, aki egy ilyen állatot örökbe fogad, az tudja, hogy esetleg nem él még 10 évet, csak néhány éve van az állatnak, de azt gondolom, hogy nagyon sok örömet szerezhet neki az ilyen kutya is. Az érdeklődők szakavatott segítséget is kaptak az idős ebek tartásával kapcsolatban. Dr. Kapp Péter és Dr. Berkinyi Tamás állatorvos betegségeikről és helyes táplálásukról tartottak előadást. Csökken az idősebb kutyáknak az aktivitása, ez azt jelenti, hogy hajlamosabbak az elhízásra, tehát oda kell figyelnünk, hogy túletessük őket. A korral általában megjönnek az időskori csontizületi betegségek, tehát erre is oda kell figyelnünk. Nagyon fontos tudni, hogy akkor előre haladtával romlik az immunrendszernek a választadó képessége, ezt különböző módon antioxidánsokkal, immunstimulánsokkal, vitaminokkal segíteni lehet. A menhely nem csak előadásokkal várta az érdeklődőket, a legkisebbek farsangi állarcokat készíthettek, de az arcfestés sem maradhatott el.